nincsenek olyan órák, amire fölkapod a fejed, soha nem robbant föl senki, még a fél órában, de majd jövőre belehúzunk a kísérletekbe, tehát nem hiszem el, hogy nem történt semmi. Szülőkkel, vendégelőadókkal, egykori diákokkal tartott rendhagyó órákat a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Bár a járványhelyzet miatt az előző évben nem tudták megtartani, a program már hagyománynak számít az intézményben. A nap során többek között Tolna helytörténetével ismerkedhettek meg a tanulók. Először egy építész szemével látják majd a tolnai épületeket, azoknak a múltját, eredetét, történetét. Utána pedig egy csoport végigsétál Tolnán, és mindezt élőben is megnézhetik, illetve egy másik csoport pedig majd a Magházban vesz részt egy ilyen interaktív előadáson, ami szintén Tolna múltjával, történetével kapcsolatos. És kapcsolódik is egyébként is a történelemhez, hiszen ez picit élőbbé teszi azt a történelmet, amit esetleg órákon a tankönyvekből ismerhetnek meg. Ez azért egy kicsit más, hogy az ő őseik is valószínűleg jó része itt élt, és hogyan élt, milyen ez az épített környezet, ahol élnek, és nagyon sok érdekes történetet is fognak hallani majd Tolna történetével kapcsolatban. Kerülhely, ami 39-ben épült Mádi Kovács Zsilippel lett így, ahogy a tolnaiak mondják. Lajtai Zoltán építész azt mondja, egyfajta szemléletformáló céllal érkezett az eseményre, ugyanis tapasztalatai szerint az építészetre nem fektet akkora hangsúlyt az oktatás. Számunkra fontos a gyerekeknek átadni valamit abból, hogy a városokban milyen értékek vannak, amire el szoktak utazni, turistáskodni más országokba. Itt pedig sokszor pusztulnak ezek a gyönyörű házak, amik itt vannak, és amik színesítenék a várost, ha vigyáznánk rá, és nem vennénk ki a védett listából, meg egyébből, hanem rászánnánk azt a többlet energiát, ami gondolkozásba, meg egyébbe kell, mert egyébként olcsóbb, ökológiailag nem is beszélve egy régi házba költözni, mennyivel kevesebb energiafogyasztás, mint egy újat építeni. És hát bizonyos fokig egy kulturális örökség, amit meg kéne őrizni. A gyerekeknek örülnék, ha ezt tudnánk népszerűsíteni. Nem csak Tolnáról, hanem általában a városokról, építészetről, arról a komplex szemléletről is szó lesz, ami egy városhoz kell, mint egy ökológiai ökoszisztémához, tehát tulajdonképpen erről akarok kicsit beszélni róla. És a történészek itt mondták, hogy érdekes volt nekik ez a fajta szemlélet, hát gondolom, hogy talán a gyerekeknek is érdekes lesz. Az előadások témái megegyeztek az iskolai tananyaggal, mégis a megszokottól eltérő formában szerezhettek új ismereteket a diákok. Például van egy olyan, vagy volt egy olyan előadás, ami az első világháborúval kapcsolatos, és megnézhették, megfoghatták azokat a fegyvereket, megnézhették az egyenruhákat, amiket akkor használtak, illetve nagyon érdekes kutatásokról is szó volt az előadásban, illetve egy régészettel kapcsolatos előadás is elhangzott a múzeum igazgatójától, és ott szintén megfoghattak tárgyakat, leleteket, és ez is biztos, hogy egy élmény a diákok számára. Ezen kívül egy pénzügyekkel, pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos előadás is volt már. Ezt történelem órákon, állampolgári ismeretek órán kell tanítanunk, tehát ez szintén a tananyag része, de így azért mégis izgalmasabb, meg érdekesebb, hogyha közvetlenül olyantól hallják ezeket az ismereteket, akik tényleg ezzel foglalkoznak. Illetve egy volt diákunk nagyon szép természetfotókat készít, és ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon érdekes, izgalmas előadást is tartott. Ez inkább ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos előadásnak mondanám, ami szintén abszolút kapcsolódik a tananyaghoz. Hát órákon nem mindig van erre lehetőség, de muszáj egy picit megfoghatóbbá, élőbbé tenni, közelebb hozni a gyerekekhez, átélhetővé tenni azokat az ismereteket, amelyeket hát ők megtanulnak, meg meghallgatnak, csak egy picit idegen abból a szempontból, hogy nem kapcsolódik az életükhöz, a tapasztalataikhoz, így most talán egy kicsit közelebb kerül hozzájuk. Egész biztosan izgalmasabb, hiszen mégiscsak másként, más módon, más stílusban szólal meg egy előadó. Jó részük hozzátenem, hogy volt diákunk, nem mindenki, de legnagyobb rész volt diákunkat hívjuk vissza.